Köszöntöm kedves nézőinket, műsorunk folytatásában városunk polgármesterével láthatnak idén első alkalommal egy újabb beszélgetés, miközben mi másról, mint városi ügyeinkről. Jó régen találkoztunk, köszöntelek a stúdióban, és hát történt is azóta jó pár dolog Mezőberényváros életében. Én gyanítom, hogy nem is biztos, hogy mindenről tudunk majd beszélni, hiszen olyan sok minden van, de azért próbáljuk meg. Jó? Hát elsőként talán arról, amit éppen múlt héten láthattak kedves nézőink, egy beszélgetést az új jegyzőnkkel, jegyzőnővel. Hát ezzel kapcsolatban is természetesen Mezőberényben mindig kaptok megjegyzéseket. Ugye örülünk az új edzőnek, hogy sikerült megválasztani, de hát a berényiek berényit vártak, és hát ha jól emlékszem, akkor Gulyásnyi dr. Sáli Henriet is jelentkezett erre a álláspályázatra, és már évek óta a jegyző, és hát sokan azt várták volna, hogy akkor most jutalomként jegyző lesz belőle. Ehhez képest, és ez megint csak kritika a Berények részéről, megint csak egy vidéki kapta meg a címet is. Már Mezőberényben alig van intézményvezető, aki berényi. Na, ezt most jól összefoglaltam. Tiszteltel köszöntöm a Kábel Televízió nézőit. Ez nem jutalom kérdése, egy állás. Sokkal inkább szakmai kérdés. De ha már azt említetted, hogy itt már most minden intézményvezető vidéki, amikor nincs Mezőberény jelentkező egy intézmény vezetésére, vagy nincs olyan, aki megfelelő erre, akkor természetesen mást kell választani. Eddigi választásaink nem tűnnek rosszaknak, akár a humánsegítőt veszem figyelembe, akár a művelődési háznak a vezetését veszem figyelembe. Aki végig figyelte, hogy mi történt azóta, mióta az új intézményvezető megérkezett, az láthatta, hogy folyamatos programok vannak, tegnap este is, tegnap előtt este is, színházi előadások, ilyen-olyan-amolyan programok, nem biztos, hogy rossz döntés volt. Azt is sűrűn a fejemhez vágják, hogy a hivatalban már nem dolgoznak mezőberényiek. Kigyűjtöttem, jelen pillanatban a hivatal honlap, pontosabban a Mezőberényváros honlapján a hivatal egyéb elérhetőségei alatt 41 embert lehet elérni. Ebből a 41 emberből 9 az, aki vidéki, ez 21,9%. Közülük egy a mai nap utolsó napját tölti a intézménynél, a hivatalnál. Ez azt gondolom, hogy nem olyan rossz arány azért. A jegyzői állással kapcsolatban pedig annyit szeretnék elmondani, hogy szakmai döntést próbáltam hozni, de azt is tudni kell, hogy nem egyszerű dolog meghozni egy döntést, akkor, amikor van az egyik oldalról egy kedves, aranyos, munkáját nagyon jól végző, sőt, mondhatnám akár azt is, hogy kiemelkedően végző aljegyző, aki évek óta itt van a városban, és van egy másik, aki egy másik olyan jelölt, aki viszont az eddigi tapasztalatai alapján talán több, nagyobb kitekintésű tapasztalatokkal rendelkezik, mint az aljegyző. És még sok minden mást figyelembe kellett venni akkor, amikor a döntést meghoztam. Azt is tudtam, hogy ennek lesznek bizonyos felhangjai, hogy azért, mert most törleszkedni akar a polgármester a Fideszhez. Hát ilyen föl sem merült bennem. Az merült föl bennem, hogy évekkel ezelőtt, amikor járási hivatal vezető volt dr. Kállai Csarna Judit, akkor egy nagyon-nagyon jó kapcsolat alakult ki vele. Többek között neki köszönhetjük, hogy Mezőberényben van kormányablak, mert ha ő nincs akkor azon a poszton, ahol volt, akkor Mezőberényben nem lenne kormányablak, és járatnának át az emberek békésre ügyes-bajos ügyeiket intézni, vagy várhatnák a buszt, a mobil buszt, és majd aznál elvégezhetnék a személyigazolványcserét, a jogosítvány, a többi cseréket. Ezen túlmenőleg az követőleg, amikor a kormányhivatalban dolgozott, akkor is egy korrekt kapcsolatunk volt, szakmai jellegű kapcsolat, amit megszakított az ő gyermekvállalása, és hát most már a gyermek az 3 éves, elmúlt, újra munkába áll, pályázott a álláshelyre. Egyébként rajta kívül még másik 3 ember volt, közte az aljegyzőasszony is. Volt, aki a Dunántúról pályázott, volt, aki Pest alól pályázott, és volt 2 olyan személy, aki hát a beadás napján kérdezte meg, hogy akkor
lehet-e pályázni erre. Hát én ezeket nem, soha nem vettem komolyan az ilyeneket, akik az utolsó pillanatban azt gondolják, hogy még pályázni kellene, végül is nem érkezett be a pályázatuk. Most másfél hónapja körülbelül, hogy munkába állt az új jegyző. Én azt gondolom, hogy azok, akik fújnak az ő személyére, korábbi, esetleg korábbi munkakapcsolatok alapján is, talán meg kéne másokat is kérdezni, például a jelenleg a hivatalban dolgozó személyeket, hogy milyen munkát végez, hogy látják az ő tevékenységét másfél hónap után. Nem akarok bulvárba átmenni, és mindig ilyenkor azt érzem, hogy egyébként azt csináljuk, de ugye nem a rokonod. De ilyet is hallottam. Nem tudok róla. Nem tudok róla. Most próbálom visszaidézni bármit. Csarnai Ággal nincs rokonságom. Jó. Hát én azt mondom, hogy lapa ismersz még az ember, tehát úgyis látni fogjuk, hogy milyen munkaerő. Én azt látom, hogy nyitott egyébként nagyon a mezőberényekre, illetve arra, hogy valóban változtasson azon a hozzáálláson, ahogy mondjuk a berényekkel érintkezik a hivatal. Ebben bízunk. Folytatva, megint csak bulvár, hát komolyan mondom, nem tudunk ettől szabadulni. A múltkori testületi ülése hoztad fel azt, hogy többször is hallott, a berények, nem tudni, hogy honnan vagy ki honnan vette az értesülés, hogy mezőberényben megszűnik a rendőrség. Ehhez képest ugye te elmondtad azt, hogy nem szűnik meg, többször utána jártál, de hát már a végén már te is kétségek között voltál, hogy érdeklődött kellett, vagy hogy egy hivatalos dokumentumot adjanak ki, hogy nem szűnik meg a rendőrös? Ez elég régóta bent van a köztudatban, hogy hát a mezőben rendőrös megszűnik. Voltak is erre utaló jelek, hiszen elvitték a nyomozóhatósági tevékenységet, elvitték mezőberényből, de az őrs maga megmaradt, az ügyelet, a járőrszolgálata, stb. Az itt maradt. Valamikor november vége felé volt egy évi szokásos megbeszélés Békésen, ahol a járás településeinek adott egy tájékoztatást a Varga Koritár Attila, a főkapitány, a megyei főkapitány, és én ott föltettem a kérdést neki, hogy igaz-e a hír, hogy mezőbenében megszüntetik a rendőr őrsöt, azt mondta, hogy nem, szó sincs róla, igen ám, de december hónapban megint egyre többen jelezték, hogy hát itt Berényben nincs már rendőrőr, sőt, belügyi dolgozó is jelezte felém, hogy megszűnt a rendőrös mezőberényben. Most ekkor döntöttem úgy, hogy írok egy levelet a főkapitány úrnak, december 29-én, ha jól emlékszem, írtam meg neki a levelet, 30-án fölhívtak, hogy mi a fenét akarok én ezzel már megint, amikor elmondta, hogy nem lesz, mondtam, hogy én azért kérem ezt, hogy legyen egy dokumentumom róla, hogy ő igenis azt mondta, hogy nem. Azt mondta, hogy föl sem merült ez a kérdés. Ennek ellenére továbbra is hallottam még azóta is, hogy hát mezőbenében már nincs rendőrös, de van, igen. És az sem teljes igazság, hogy Békés Csabáról járnának ki ide az ügyeletre, meg a városban tevékenykedő rendőrök. Előfordul, de egyébként alapvetően Békési rendőrkapitánysághoz tartozik a mezőberényi rendőrőrs. Azt mondjuk aláírom, hogy amúgy legalábbis kevesebbszer látok rendőrt, főleg sétáló rendőrt. Régen emlékszem, hogy volt is egy ilyen projektjük, hogy hát ugye gyalogos járőrök szelték mezőbeni város utcáit, most az nagyon nincs már, legalábbis én nem látom őket. Hát erről a rendőrséget kellene kérdezni, miért nem? Annyi biztos, hogy nagyon-nagyon kevés a rendőr létszámában is, és nem is nagyon akarnak a rendőrnek menni a fiatalok. Ennek az oka elsősorban szerintem a társadalmi megbecsülés kérdése, hiszen mindenki azt mondja, hogy a rendőrök hülyék, a rendőrök semmihez nem értenek, a rendőrök mindig csak kekeckednek, a rendőrök bezzeg meg tudják a biciklist büntetni, a rendőrök bezzeg a rossz helyen parkolóknak kinyomják a büntetést. Lehet, hogy ezek igazak, de az, hogy miért terjedt el ez, hogy a rendőrökkel szemben kell állni ennyire, azt nem tudom. Az biztos, hogy alul fizetettek, az biztos, hogy nem védi meg őket senki, hogyha intézkednek, mert az lesz az első, hogy akkor ő miért intézkedett. Nem tudom, biztos el tudják mondani a rendőrök, hogy miért csak ennyi gyalogos őrjáratot folytatnak a városban. Hát most nagyon illene ide a pedagógus sztrájk, de hát... Nem akartam belekeverni. Nem, valóban nem. De azért annyiban hagyd térjünk ki, hogy én azért azon csodálkoztam, hogy mezőben ennyire nem csatlakozott ehhez.
Te, mint pedagógus, azért te is az voltál. Meg most is az vagy, hiába polgármester. Te ezen nem? Tehát összehasználtam, 80 voltak. Akkor ezek szerint mezőbelimben a pedagógusok elégedettek a fizetésükkel, mindennel. Csak visszakanyarodok a rendőrökre azzal, hogy múlt héten csütörtökön járt nálam, vagy szerdán a békési rendőrkapitány és a mezőbelimi őrsparancsnok, és hát beszélgettünk sok mindenről, és párhuzamot vontunk a pedagógus és a rendőr életpálya között. Van életpálya mind a két helyen, de a társadalmi megbecsültség, az, hogy amikor én még pedagógus voltam jócskán, 90-es évek vége felé, a miniszterhez fordultunk azért, hogy valami eszközt adjanak már a pedagógusok kezébe annak érdekében, hogy tudjanak mit kezdeni a gyerekekkel. A mi javaslatunk az volt, hogy legalább egy fegyelmi eljárás végén lehessen magántanulói státuszba áttenni egy gyereket. Hogy ne bent rontsa a levegőt az iskolában, ne rongálja a többi gyereknek a morálját, a fizikális állapotát, semmit. Azt mondták, hogy nem, motiválni kell a gyerekeket. Hát szívesen kiküldeném azt, aki ezt visszaírta nekünk válaszként, hogy akkor menjen és motiválja a mai gyerekeket. És nem elsősorban a gyerekeket, hanem azokat a szülőket, akik mindig a gyereknek adnak igazat. Hogy miért csak 80 voltak a mezőberényiek közül, megint azt mondom, hogy én ezt nem tudom. Én a belső viszonyait az iskolák működésének nem ismerem, sem az evangélikus gimnázium és általános iskolának, sem pedig az állami általános iskolának. Azt tudom, hogy mindkét helyről jönnek ki furcsa információk, amiket nem biztos, hogy nekem komolyan kell venni, vagy egyáltalán figyelembe kell venni, de azért az is valamit jelez, hogyha csak 8 ember csatlakozott. Mer akar sztrájkolni, hát meg kell kérdezni őket is. Meg kéne. Csak ők sem beszélhetnek. Jó, folytassuk mással. Feljelentések, mi újság van ezekkel kapcsolatban? Ugye tudjuk, hogy a Mikszáth utcai bérlakásépítéssel kapcsolatban tettetek két feljelentést, három tárgyban. Jól emlékszem? Két feljelentést tettem, három beruházással, kivitelezéssel kapcsolatban. Az első feljelentés a Mikszáth 3 és a Békési út 12 kivitelezői munkáival kapcsolatban, illetve a végkifejlettel kapcsolatban, valamint egy külön feljelentésben egy 16 lakás felújítását magában foglaló beruházásról. Miután ezek az ügyek jelen pillanatban folyamatban vannak, rendőrségi szakaszban, illetve a 16 lakásnak a dolgát azt a rendőrség áttette a NAV-hoz, mint nyomozati hatósághoz, mert hogy ő az illetékes ebben az ügyben, így én erről különösebben részleteket nem mondhatok. Nyilván, ahogy korábban is mondtam, amikor az eredmények meglesznek, amikor látunk olyan döntéseket, vagy esetleg látunk olyan bebizonyított dolgokat, hogy ez vagy az hibázott, akkor erről természetesen fogunk tájékoztatást nyújtani. Akkor menjünk is tovább, mert hogy van még miről beszélnünk. Hát a következő téma az is régóbb óta húzódik, és mindig gond volt vele, de úgy tűnt, hogy megoldjuk, aztán most nem tudom, mi van. Ügyeleti rendszer. Jelen pillanatban működik az ügyeleti rendszer, ugyanolyan formában, mint ahogy korábban, vagy hát az utóbbi három évben. Jelen pillanatban közbeszerzés alatt van egy új eljárás, hiszen lejárt a szerződése a cégnek. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy botorság lenne azt gondolni a bárkinek mezőberényben, hogy itt visszaáll az a rend, hogy orvos, ápoló, sofőr, gyógyszerész, mindenki lesz az ügyeleten. Jó, hogyha meg tudjuk tartani azt a felállást, ami jelen pillanatban van, hogy egy mentő tiszt és egy ápoló asszisztens, akik ellátják egyúttal a gépjárművezetői feladatokat is, hogyha ők meg tudnak maradni. És nem csak pénzkérdése, mert ugye azt mondják, hogy az egészségnél nincs semmi, ami több pénzt megérne, meg fontosabb lenne. Nem csak pénzkérdése ez, hanem az is, hogy jelen pillanatban nem nagyon lehet már embert kapni. Az pedig, hogyha mi azt szeretnénk, hogy orvos ügyeljen mezőberényben, meg még meg legyen minden hozzá, ami szükséges, akkor az olyan súlyos 10 millió forintokat jelentene a város költségvetésében, amire nem biztos, hogy tudnánk forrást teremteni.
Abban bíztunk nagyon sokáig, hogy az állam átveszi ezt a kötelező feladatot az önkormányzatoktól. Úgy néz ki, hogy a pilot program, amit Hajdú-Bihar megyében létrehoztak, hogy akkor az állam az, aki finanszíroz és a mentőszolgálaton keresztül teszik meg, nem igazán működik, nem igazán működőképes. Egyébként ugyanazokból az okokból kifajulag, ami miatt mi sem nagyon tudjuk ezt megoldani. Nincs rá elég pénz, és nincs rá elég ember. Arról tudunk, hogy Hajdú-Bihar megyébe Pécsről, meg Zala megyéből érkeznek az ügyeletesek, mert nem tudnak összeszedni annyi orvost, nem tudnak összeszedni annyi ügyelő embert, aki a feladatot ellátná. Egyébként az is tuti, hogy Hajdú-Bihar megyében az addigi 41 néhány ügyelet, vagy lehet, hogy még több is volt helyében, 18 ügyeleti központ van csak, és például egy mezőbeli nagyságrendű településen nincs ügyelet, hanem van egy ápolónő, akit hát föl lehet zörgetni esetleg, de ő igazándiból intézkedni nem tud. Még annyira sem, mint itt nálunk a mentőtiszt. De akkor most arról van szó, hogy árajánlatot kértek. Akkor most az megtörtént, és akkor most megtörtént, a testület... Most várjuk az ajánlatokat. Ja, még várjuk az ajánlatokat. És akkor ez meg mikor kell eldőlnie? Hát, márciusban kéne, hogy eldőljön. Hát itt is. Izgalmas. Izgalmas lesz a dolog. De ha már egészségügy, akkor a fizioterápia. Azzal kapcsolatban. Hát az egy nagyon nagy fájdalmam. Azt tudom. Mert úgy nem lehet megoldani, ahogy eredetileg elképzeltük, mert csak abban az esetben lehetne ezeket megcsinálni, hogyha már lenne mezőberényben. De hát ugye tudjuk jól, hogy Békés elvitte a rendelést mezőberényből, így nincs jelenleg működő fizioterápia mezőberényben. Egy másik vonalat ma délután fogunk egyeztetni, ami az alapellátás kérdését veszi górcső alá, és az lenne a központi kérdés. Miután Dóczi doktor úr sajnos elmegy mezőberényből, bejelentette a távozását. Egyébként szeretném itt megköszönni neki azt a munkát, amit mezőberényben a mezőberényi emberekért folytatott, meg a csádaszállásaiakért is. Így megüresedik egy olyan állás, amire nekünk nincsen jelen pillanatban rendelünk. Megvenni borzasztó drága lenne, és hát fölmerült az, hogy akkor most mezőberény épít egy háziorvosi rendelőt, és megcsinálja a védőnői szolgálatnak a helyét olyan szinten, olyan módon, ami a jelenleginél sokkal magasabb szintű szolgáltatást tesz lehetővé, mert a jelenlegi szintnél a nagy előtérben, ami váró lenne, sokszor ott is folyik a gyerekeknek az ellátása, vagy éppen a kismamáknak a kikérdezése, ellátása. És amit említettél, bár mondjuk az azt hiszem egy pályázat lehetőség lett volna, azt hiszem, hogy valami egészségcentrum féleséget hoznátok hozzá. Hát ez lett volna az. De az nem mi az a strandnál valós? De ez is ott valósulna meg, a volt úttörőháznak a felújításával, átalakításával szeretnénk megvalósítani ezt. Na, hát akkor ez is még a jövő zenéje. Hát, de azért nem annyira a jövő zenéje, mert március 31-ig ezeket a pályázatokat be akarjuk adni. Jelen pillanatban 5 beadandó pályázat előkészítése folyik. Hát ehhez segítséget kell kérjek. Mert közte van ez a rekreációs központ, egészségügyi ellátóhelyszín, közte van az élhető településekért program keretében Hosszútó és környéke, rendbetétele, úgy néz ki, hogy talán tudunk vizet is fakasztani, kutat is tudunk oda teremteni, hogy a elpárolgó vizet utána tudjuk pótolni. Van egy szociális városrehabilitációs pályázat, ez talán kevesebbet mond, mert ez inkább a szegregátumok és a szegregátumok környéki szociális akcióterületeknek a lakosságát érinti. Jobban ezek szemléletformálás, kicsi-kicsi életmódváltoztatáshoz segítségnyújtás, de kevesebb embert érint. Belterületi utak felújítására adunk be pályázatot. Ez 3 nagyobb utat, 3 forgalmasabb utat érint. Az egyik a Tököli utca, a másik a Belencéresi út, a harmadik pedig a Szent István utca, a Bajcsi-Zsilinszky utcától le a Kereki utcáig, és egy kis
szakasza a Kereki utcának és a Sport utca és a Tesedik utca között felújításra kerülne. A Kereki utca azért került így előtérbe már korábban is egy pályázat kapcsán az képviselőtestületnél, mert ez egy mély fekvésű út, aminek a megemelése akár csak 5 centivel is nagyon sokat jelentene abban a tekintetben, hogy a csapkodó vizeket egy kicsit meg lehetne állítani, illetve azt a pókhálósodást, ami már régóta ezen az úton van, el tudnánk kerülni. De ez a Kereki utcának az a része, mert elég hosszú ez, tehát hogy az a része, ami a Sport utca... Sport utcától a Tesedik utcáig, vagyis az első szakasza, nem számítva a Kunhalom utcát, mert ugye a Kunhalom utca csatlakozik bele ebbe a szakaszba. Kunhalom utca az már kész van, néhány évvel ezelőtt elkészült, és akkor most ez is lenne. És hát van még egy ötödik, az EÜ-t azt már említettem, és van még egy ötödik, az ipari területnél a harmadik ipari területet is szeretnénk megvalósítani. Itt is vannak természetesen problémáink, gondjaink, mint minden pályázat előkészítésnél, de úgy tűnik, hogy meg tudjuk oldani, és újabb két ipari területet, újabb két területtel tudjuk bővíteni az ipari területeinket. Sokan kérdezik, hogy mi a fenének. Ez egy kicsit olyan, mint a más infrastruktúrának a megépítése, javítása. Előre kell gondolkodnunk. Ahhoz, hogy ide Mezőberénybe jöjjenek vállalkozások, ahhoz nekünk területeket kell biztosítanunk, föl kell mutatni valamit. Jelen pillanatban Szegedről van egy olyan kérés, hogy küldjünk területeket, hogy hol tudnánk fogadni vállalkozásokat. Ilyen 8000 és 10.000 négyzetméter közötti, tehát maximum 1 hektáros területeket nem tudunk mutatni, mert a jelenleg meglévő ipari területeink mind elkeltek, idézőjelbe téve. Tehát mindegyiken van bérlő. És hát azt gondolom, hogy ezzel tudnánk tovább lépni, akár mezőbeni vállalkozások, akár kívülről jövő vállalkozásokat ide tudnánk csábítani. Emiatt akarunk ipari területet továbbra is fejleszteni. Na, de hát ezt jó, hogy mondod, hogy akkor mindegyikre van bérlő, mert ezzel kapcsolatban mindig az a kritika, hogy soha semmi látványos nem történik, csak ott van, ott megy a gaz, aztán kész. Hát egyet... Várjuk, hogy akkor mikor indul el? Egyetlen egy látványos dolog van eddig, ez a gépkocsi karosszéria gyártó rész, Varga Krisztián egyébként, talán nem reklám. De ha az se baj, igen. Igen, ő építi. Ott tartunk, hogy a gázbekötés, villanybekötés folyamatban van, szerintem egy pár hónapon belül el tudja kezdeni ott a munkát, mert nem csak karosszéria lakatos, hanem egy festő kabinja, nem tudom minek nevezik, lesz még. És én azt gondolom, hogyha az első már működik, utána könnyebb lesz a többit is rávenni arra, hogy indítsa el a munkát. Egyébként minden tulajdonossal, minden bérlővel tartom a kapcsolatot, folyamatosan szoktunk egyeztetni, hogy akkor hol tart, mit szeretne csinálni. Pályázatoknak várnak legtöbben, mert hát akkor a saját micsodájukat, a saját pénzüket, forrásokat tudnák kimélni vele. Mindenkitől ezt a választ kapom most per pillanat, hogy indulnak a GINOP-os pályázatok, a VPO-s pályázatok, az ilyen-olyan pályázatok, amiben szeretne elindulni és azt megcsinálni, illetve kettő van olyan, aki azt mondta, hogy ha nem indulnak a pályázatok, akkor ő saját erőből is elindítja a kivitelezést. Most már olyan sokat beszélgettünk így, hogy innen pénz, onnan pénz, ilyen beruházás, olyan beruházás, hogy akkor feketen nem, bár tudom, hogy sokakat ez nem annyira érdekel, de hogy a költségvetés, hiszen azt hiszem most februárban fogjátok elfogadni, a költségvetés, Mezőberény városa soha nem látott nagyságrendű költségvetéssel rendelkezik, legalábbis papíron úgy tűnik, ha jól emlékszem, 8 milliárd? 8 milliárd fölött a tervek szerint, de azt azért tudni kell, hogy ebből csak töredék a működési költség. A nagy része az különböző pályázatoknak a megvalósítására már itt lévő forrás. Így többek között a szennyvíztisztító telepnek a felújítása az a legnagyobb tétel, az egy 3,5 milliárdos tétel, tehát hogy ezt leveszük, akkor már 5 milliárd alatt vagyunk. Van egy 390 milliós belvízprojektünk, van egy 164 milliós piaccsarnok felújítási projektünk,
és itt van a iskola, Luther téri iskola épület teljes körű felújítása 314 millió forintos forrással, az másik 1 milliárd nagyjából ez a három. Tehát nagyon, nagyon csalók a képet mutat az, hogy mi a vége. Nagyon szépen hangzik, de igazándiból nem ez a fontos. Az a fontos, hogy továbbra is úgy néz ki, hogy hitelfelvétel nélkül tud az önkormányzat működni, tudja működtetni a várost, és jelenleg még nem kényszerülünk arra, hogy önként vállalt feladatokat megszüntessünk. Nyilván mindenkinek más fontos, de abban egyetért a képviselőtestület, hogy amit biztos nem akarunk megszüntetni, ahhoz mellé tesszük a forrást, amire szükség van, a kislabor. Ez az ellátási, szolgáltatási dolog, amit a mezőberények megszoktak teljes egészében, ki is használják, és jól működik. Viszont azt tudni kell, hogy ez olyan 6 millió forintos forrást igényel a várostól, amit azt gondolom, hogy senki nem vonja kétségbe, hogy nem sajnáljuk, mert nagyon jó helyre megy. Van, aki azt mondja, hogy erre sem lenne szükség, nyilván olyan, aki nem jár rendszeresen laborba, vagy egyáltalán nem volt még laborban, de például a strand kérdésében már sokkal inkább megoszlanak az emberek, mert van, aki azt mondja, hogy strand nélkül nem lehet élni, a másik azt mondja, hogy minek kell nekünk közel 20 milliót rákölteni a strandra ahhoz, hogy kifinanszírozzunk egy évi működését, miért nem csinálunk belőle járdát, vagy utakat, vagy egyebeket. Nagyon nehéz igazságot tenni ebben a dologban, hát a képviselőtestületnek a joga az, hogy döntést hozzon ezekben a kérdésekben is. Természetesen a költségvetés elfogadásában is ő neki kell döntést hoznia. Én azt gondolom, hogy egy élhető költségvetést tudunk összerakni az idén is, annak ellenére, hogy továbbra sem tudjuk, hogy mi lesz az iparűzési adóval, az elvont részével. Tavaly ilyenkor már tudtuk, hogy visszakapják a 25 ezer lakos alatti települések. Egyelőre nem számolunk vele. Ha megkapjuk, akkor is azt gondolom, hogy nekünk abban kell gondolkodnunk, hogy a következő év is év lesz. A következő évben is működnie kell a városnak. Így nem biztos, hogy az idén ezt el kell költenünk, ezt a pénzt, ha megkapjuk egyáltalán. No, és akkor az említett beruházások azok már folynak, ugye a szennyvíztelep az biztos, hogy folyik, ott látom, hogy valami daru is áll már, de a Luther téri, akkor az is most már... Hát folyik, a kivitelező részéről megtörtént a nyílászároknak a felmérése, azoknak a gyártása valószínűleg, hogy folyamatban van, ezt mondja a kivitelező. Ha az folyamatban van, akkor utána tudnak hozzáfogni, mert először a nyílászárokat kellene kicserélni, utána az utólagos falszigetelést megcsinálni kívülről, aztán jöhetnek az idézelbe téve finomságok a födémszigeteléstől kezdve, a fűtéskorszerűsítési rész, a napelemeknek a fölhelyezése, nem is tudom, mi van még benne. Jó. Piaszcsarnok az is. Piaszcsarnok... Azt hiszem az nyárra, ugye? Nyárra fog megvalósulni, és azt ígérték. Reménykedünk benne. Jelen pillanatban tervek készülnek, felújítási terv készül. Időbe tellett, mire a felújítási terv tervezőjét megtudtuk, ki tudtuk választani, mert az is úgy működik, hogy akkor ajánlatokat kell bekérni, a legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni. Ez most vélhetőleg február végéig elkészül, utána kiírjuk a közbeszerzést a kivitelezésre. Nagyon-nagyon pozitív esetben áprilisban elkezdődhet a kivitelezés. Ha áprilisban elkezdődik, akkor egy 4-5 hónap alatt, április, május, június, július, augusztus végére elkészülhet, igen. Könnyen lehet, hogy a Berényi napok alkalmával nem fogjuk tudni használni, de majd meglátjuk, mert hogyha esetleg olyan szinten elhaladnak, akkor lehet, hogy időlegesen arra pár napra használhatóvá is válik a csarnok. És akkor ez most csak a csarnok, tehát a külső rész az, amit ott a terveztek, az nem fér bele. Belül lesznek új asztalok, padok, hogy milyen mennyiségben, az attól is függ, hogy a tervek majd mit mutatnak, hogy mennyi fér bele a költségvetésbe, illetve a támogatási összegbe. A bölcsőde az elkészült már? Bölcsőde elkészült, műszaki átadása megtörtént. Várunk egy tűzoltósági, nem tűzbiztonsági szakembernek a papírjára, ami után tudjuk beadni használatba vételi engedélyre az épületet. Igen, ugye a tornaszabánk az már működik a Kodály úton. Így van. Kodály úton, tehát az megvan a használatba vételi engedély is.
És akkor most eszembe jutott a szennyvíztelephez kapcsolódóan, hogy ugye ott az volt, hogy egy bizonyos százalékából ők a általunk megjelölt szennyvíz csatorna részeket. Majdnem az általunk megjelölteket. De legalábbis. Nem, az üzemeltető jelezte, hogy melyek azok a csatorna szakaszok, amiket legfontosabb lenne rendbe tenni. Ez az alföldvíz, akik megjelölték, de ezt utána még a tervezők lekamerázták ezeket a csatorna szakaszokat. Döntően azok lesznek, amiket egyébként az alföldvíz kért, de egy-két helyen kisebb módosítás történt. Például a Kölcsei utcán van egy olyan szakasz, ami átvezet a Kölcsei lakótelep felé, ahol azt gondolták, hogy ki kell cserélni a csöveket, viszont megkamerázták, és a kamera azt mutatta, hogy nem kell kicserélni a csöveket, hanem egy helyen valóban megakad az anyag, meg a víz, meg minden, de azért, mert ott egy valami betonozás alkalmával majdnem félig beomlott az a csatornaszem, vagy aknaszem, és hát azt ki tudják szedni, és így nem kell azt megcsinálni, mást tudnak belőle megcsinálni. Bízunk benne, hogy a Luther utcai részt el tudják kezdeni hamarosan, ugyanis ott a Luther utca is benne van abban a tavalyi útfelújítási programunkban, amit még nem tudtunk megvalósítani. A Luther utca... Munkácsi utcáig tartó része, ugye a Rákóczi? Hát most az Árpád utcánál tartunk a felújítással. Ott egy nehezebb szakasz jön, mert az Árpád utcai átemelőnél kicsit izgalmasabb a történet, de azt mondják, hogy ott is egy hét alatt tudnak végezni azzal, és hát nagyjából 3 hetet mondanak, hogyha a jövő héten hozzá tudnak kezdeni, akkor nagyjából 3 hét, mire a Luther utcán végigérnek egészen a Puskin utcáig. És akkor kezdődik majd a útrendbetétel? Hát először nekik kell rendbetenni, azt a sávot le kell aszfaltozzák, és utána jön rá az új aszfalt, de ez az új aszfaltozás, ez érint más a helyi járatú busz közlekedéssel érintett utcaszakaszokat is, például a Dózsa-György utcát, a Körgát utcát, a... Jó, akkor elég jó haladunk, kicsit rohanva beszélgetünk, de a belvíz. Hát a belvíz rendezéssel kapcsolatban én most orvaszájba olvasgattam megyei és nem, és országos médiumot is, ahol felemlegették, hogy Mezőbelinben micsoda beruházás folyik. 6 utcát érint, ugye? 6 utcát. Én ezt megint egy nagyon fontos projektnek gondolom, ami legfeljebb az ott élőket, ott lakókat érinti és érdekli. Nem érdekli például a Delhiben élőket, mert ők ebből semmit nem látnak, semmit nem fognak tapasztalni, de az ott élőket nagy mértékben érinti. A 6 utcából 3 olyan utca van, ami nagyon veszélyeztetett, amikor nagy eső van, a másik 3 viszont kevésbé, de ők is azoknak az utcáknak a rendbetétel is szükséges ahhoz, hogy Mezőberény dél-keleti részében, akárhanyas öblözetben megoldódjon a csapadékvíz kérdése. Ennek úgy nagyjából fele-fele a utcáknak a rendbetétele és maga a víztározónak a rendbetétele, ami valamikor vályogvető gödör volt. Ennek a vályogvető gödörnek, ami 8 hektár területet ölel föl, ennek 4 hektáros része marad meg víztározónak. Az elképzelés az, hogy olyan mélységig kotorják ki, hogy állandó vízállás legyen benne, ezzel a nádnak, sásnak a növekedését jelentősen vissza tudják szorítani, tudjuk szorítani, és hát akár mondjuk a kutyásoknak mondanám jó hírként, hogy hát én a hosszútó köré nem szívesen vinném a kutyákat, de ezen a területen szerintem csodálatos lehetőségük lesz a kutyákat futtatni. De ez hol van? Ez a József Attilán? Ez Ady Endrének a vége, a Panoráma étterem mögött, vasúti simpároktól beljebb nem Belencérési Katona József utca. És akkor, de ez most fel lesz töltve, vagy majd láttam, hogy mennek kamionok, meg ez az amaz, ők mit csinálnak? Az még nem az, de az a része fel lesz töltve. Ez még most a szennyvíztisztító telepről kikerülő fölösleges földnek a deponálására használjuk most ezt a területet jelenleg, de akkor a meder kikotrását azt pedig szintén erre a területre fogjuk majd kiszedni, viszont ott is még ott tartunk, hogy az engedélyes tervekből kiviteli tervekkel, hogy készüljenek, utána tudjuk
a közbeszerzést lefolytatni ennek a kivitelezésnek a elvégzésére. Történnek itt a dolgok, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy közvilágítás, nehogy elmeséld az egész történetet, mert már párszor elmondtuk. Az a lényeg, hogy hosszú-hosszú, ilyen-olyan pereskedés végén, végül is, ha minden igaz, akkor zöld utat kapott ez a beruházás. Így van, most... Most ott tartunk, hogy holnap délelőtt érkezik a tervező a tervekkel, átnézzük, hogy akkor minden benne van-e, amiről a szerződés szólt, és hogyha ez megvan, akkor az engedélyeztetés elkezdődik, megint csak engedélyeztetés, az engedélyeztetés elkezdődik, ezt követően azonnal hozzá tud fogni a kivitelező a munka elvégzéséhez, hiszen a szerződésünk már megvan, keressük most azt, hogy tudnánk gyorsítani az engedély kiadását, de nem biztos, hogy egyszerű lesz, mert ezt az MVM adja ki. Ami pedig ugye eddig kötözte. Akivel egy kicsit haragban voltunk, de nem vagyunk azért annyira haragban. De akkor most ez a cég akkor a Berecsújfalui, ugye? Igen, ez a így. Ők akkor most ugyanannyiért megcsinálnak, mint ami nem mondod. Hát akkor nekik ez egy, hogy mondjuk, ez látványberuházás lesz. Nem, mert amúgy biztos nem éri meg. Hogy miért éri meg nekik? Ez egy referencia munka lenne. Ekkora településen, ekkora munkájuk még nem volt. Van Körösladányban, Füzesgyarmaton, Kamuton, sok helyen, Batonyán, sok helyen van nekik már munkájuk, de ekkora település, mint Mezőbeli még nem volt. És hát nyilván, hogyha ők ezt jól megcsinálják, akkor ezt mindenhol hirdetni, reklámozni akarják, hogy akkor ők erre képesek. Hú, de ezzel nagyon jól jártunk akkor. Hát nem, mert már 2 éve kész kéne, hogy legyen. Az igaz, de hogyha már az megtörtént, akkor most végül is jól jártunk? Azzal jól jártunk, hogy bevállalták, hogy ugyanannyiért elvégzik a munkát, mint korábban. Mint korábban bevállalták. Akkor a következő téma, én úgy emlékszem, hogy a testületi is szó volt róla, a különféle díjaknak az alakulása, itt a gyermekétkeztetési díjtól kezdve a busz, ugye a helyi járatú busznak a díjainak az alakulása. Ezzel kapcsolatban mit tudsz elmondani? Ha jól tudom, akkor nagyot azért nem változnak, vagy egyáltalán nem. A helyi járatú busznak a dolgát én azt mondom, hogy nem is nagyon érdemes vele foglalkozni, mert az olyan pici tétel, annyira kicsi a város költségvetésében, embereket sem nagyon érinti, azzal nem is nagyon érdemes foglalkozni. Nekünk szerződnünk kell a helyi járatra, amit nem annak neveznek hivatalosan, mindegy, leszerződtünk, működik folyamatosan. Az étkezés sokkal izgalmasabb kérdés, ugyanis az energiaárak jelentősen emelkedtek tavaly óta, itt elsősorban a gázra kell gondolni, ami a közületeknél nem úgy működik, mint a magánszemélyeknél, hogy marad ugyanúgy rezsidíj csökkentetten az ára, hanem ez olyan 5-6-szorosára emelkedett a díj tavalyi évhez képest. Egy konkrét példa, hogy a Orlai Petrics Soma Múzeális Gyűjtemény Könyvtár és akármi hosszú nevű OPSKMM-nek a decemberi számlája 540 ezer forint volt, a januári számlája 2 millió 500 ezer forint volt, 5-szeres árral működött. Természetesen nagyon-nagyon keressük a megoldást, hogy lehetne csökkenteni ezeket a díjakat. Hát megtakarítással kicsit, más egyébben nem nagyon lehet csökkenteni. Ami viszont az étkeztetést illeti, ott is hasonló mértékben emelkedtek az árak. Itt megint csak azt mondom, hogy a gáz az, ami izgalmasabb. Ez körülbelül 25 millió forint többlet költséget jelent az étkeztetésnél, az, hogy a konyhának az energia szükségletének az ára az ennyivel megemelkedett. A másik jelentős tétel, hogy a közbeszerzésben március 1-től már 23%-kal emelkedtek az alapanyagárak, a kenyér, a krumpli, stb. A hús összességében. Hát orvaszájban ezt halljuk a tévében. Így van. Ez azért nagyon izgalmas kérdés, mert hogy térítési díjat nem lehet emelni. Ez jelenti azt, hogy akik jelen pillanatban fizetősök a konyhánál, viszonylag kevesen vannak 50%-ban, talán még kevesebben, akik 100%-os térítési díjat fizetnek, de hát nem csak ezt kell számításba venni, hanem azt is, hogy az ingyenesen étkezőknek az állam fizeti, azt szerint, hogy mekkora a étkeztetési díj. Hát most nem fizeti, mert emeltet nem fizet, mert
mert nem emelhetjük meg a díjakat. Az is érdekes kérdés, hogy az önkormányzat kizárólag a saját nevelési oktatási intézményei, valamint az állami nevelési oktatási intézményeknek az étkeztetését köteles ellátni. Tehát nem vagyunk kötelesek ellátni a két egyházi óvodának, illetve a gimnázium és evangélikus általános iskolának a étkeztetését. Nyilván folytatunk velük tárgyalásokat, hogy ők miként tudnának beszállni, hogy segítsenek, hogy ne ekkora mínuszszal kelljen számolnunk. És itt azt mondom, hogy nem szabad senkinek arra hivatkoznia, hogy azok is mezőberényi gyerekek. Ezt mi nagyon jól tudjuk, hogy azok is mezőberényiek. Meg azt is nagyon jól tudjuk, hogy azok a mezőberényi gyerekek, akik egyházi intézményben vannak, magasabb normatívát kapnak, mint az állami intézményben lévő gyerekek. Hát akkor ők miért nem mezőberényi gyerekek, akik kevesebb támogatást kapnak az étkeztetéshez, egyáltalán az intézményi ellátáshoz? Egyébként én múltkor hallottam, hogy ezt az egyháziskolák tagadják. Sokszor tagadják, mert valóban nem kétszeres normatívát kapnak, mint mondjuk 2000 környékén 2005-ig, de még mindig jelentősen nagyobb támogatást kapnak, mint az állami intézmények, vagy az önkormányzat által fenntartott intézmények. Na de mindesetre akkor a térítési díja ennek a gyermekétkeztetésnek nem fog változni, hiszen akkor nem nyúlhatok hozzá. A veszélyhelyzet végéig nem nyúlhatunk hozzá, ez biztos. De akkor így akarjátok igazdálkodni, hogy akkor hát halljuk segítenek, és akkor... Nem gondoljuk azt, hogy mondjuk a felét elviszik ők, pedig nagyjából a fele az ő általuk foglalkoztatott gyermekek, illetve felnőtt étkeztetéshez kapcsolódóan keletkezik, a többletköltség, de azt gondoljuk, hogy azért ők nekik is látni kell azt, hogy az önkormányzat sem egy fejős tehén, ahonnan mindenre van pénz, mert hogy nagyon szűkek a lehetőségei. Na tehát ezek is olyan dolgok, amik kiszámíthatatlanok. Akkor a költségvetésre miért mondod azt, hogy biztosított? Hiszen ebbe bukhatunk, nem? Összességében nem, mert olyan előretervezés van, vagy túltervezés van a kiadási oldalon, ami biztonságot ad arra, hogy ezeket a plusz költségeket, amik már most láthatóak teljes egészében, ezeket tudjuk finanszírozni, illetve némi tartalék van egyéb váratlan kiadásokra is. Ha már intézmény, akkor óvodafejlesztésre számíthatunk? Vagy akármilyen szépülés, bővítés, ez az amaz? Két pályázatot adtunk be a januári testületi ülésen történt döntés után. Az egyik a Magyar Véges Óvodának a felújítása, a részbeni bővítése, és a Juhász Gyula utcai idősek otthona energetikai korszerűsítése. Ott is nyilászárókat cserélünk, utólagos falszigetelés, napelemek fönt, fűtéskorszerűsítés, még az óvodánál inkább a meglévő helységeknek az átalakítása, ami érdekes lehet, hiszen ezzel a pályázattal a tervezői javaslat alapján meg tudjuk növelni a csoportszobákat egy kicsit, mert nagyon zsúfoltak, nagyon kicsik a Magyar Véges óvodában. Át tudjuk helyezni az étkeztetés, tehát a tálalókonyhát át tudjuk helyezni egy új szárnyba, ugyanide át tudjuk helyezni az irodát, meg tudjuk építeni végre a felnőtteknek a mosdót, a WC-t, ugyanis jelen pillanatban az óvónénik kijárnak egy pottyantós WC-re, vagy a gyerekeknek azért használják, mert nincs külön nekik. Sószobát át tudjuk helyezni olyan helyre, ahol tényleg normálisan lehet működtetni, bejáratot áthelyeznénk a tervek szerint. Nagyon várjuk a pályázatnak az eredményét. A hiánypótlások megtörténtek, tehát mostan tényleg csak arra várunk, hogy a szakmai értékelés után azt mondják, hogy ennyi vagy annyi pénzt kapunk ezekre a pályázatokra. De akkor ez nem jövőre fog megvalósulni? Ugye? Tehát ha mondjuk én már nem fogom élvezni. Gyerek most jár oda, még egy éve van. Hát nem tudom. Ha tényleg olyan gyorsan jönnek a döntések, ahogy azt korábban ígérték, hogy akár március végéig az elsőkörös pályázatokból lesz döntés, és lesz támogató okirat is, akkor akár még a jövő évre ez el is készülhet.
De akkor is tudni kell, hogy itt megint az van, hogy utána kiviteli terveket kell készíteni, a kiviteli tervek után lehet közbeszereztetni, közbeszereztetés után lehet elkezdeni a munkát. Ez valahogy nekem mindig úgy rémlik, hogy ez mindig olyan 2 évet minimum igéz. Hát én azt gondolom, hogy a realitás az, hogy ha az idén április végéig, májusig megkapjuk a forrásokat, akkor ez a következő évben, a következő nevelési évre készülhet el. Nyilván itt az óvoda működésében is kell bizonyos átszervezéseket lefolytatni, mert az biztos, hogy az építkezés alatt hosszabb ideig nem fogják tudni használni az óvoda épületét a gyerekek, szülők, óvónők. Na, hát köszönöm szépen az információt. Egy huszáros vágással ide a főtérre keveredjünk át, gallyazás. Most nekem tetszett az, hogy talán lehet azt mondani, hogy végre most először normálisan felkészítettétek a mezőberényeket arra, hogy fog valami történni, pontosan mi fog történni, ne aggódjanak, és hát ehhez képest nem is lesz semmiféle botrány. Fölkészítettük mi korábban is a mezőberényieket bizonyos dolgokra, akár a Petőfi utcai fa kivágásra is, illetve fa cserére, körülbelül ilyen módon, mint a Kossuth téri fák gallyazására, de miután ott fák kiírtásáról volt szó, halálukat akartuk ezeknek a fáknak, hát az egy nagyobb visszhangot keltett, ott 4-5 ember is nagy mértékben jelezte a nem tetszését. Itt még ennyi sem volt, igazándiból 1-2 olyan volt, hogy ő nem ott vágna, hanem 10 centivel feljebb, vagy lejjebb, vagy egyebek. Hát most nagy gondban vagyunk egyébként a Rákóczi sugárúton. Ahol az egyik oldalon kicseréltük tavaly a fákat, a másik oldalon viszont a Démász azt mondta, hogy hát ott is ki kellene szedni a nagy tujákat, borókákat, mert továbbra is veszélyezteti a ellátást. Amikor volt az a hétvégi vihar, akkor meg is történt, mert egy napig nem volt áram egyik szakaszán a Rákóczi sugárútnak. Ezt a fasort nagy valószínűséggel le kell metszeni a villanyvezeték szintje alá, és utána még oldalt is, ahol szükséges, meg kell metszeni, ne érjen bele a villanyvezetékekbe, illetve van 1-2 olyan nagyobb fa, aminek a kivágása indokolt, nem a sorba van, nem jó helyen van, és ha kidől, akkor biztos, hogy a vezetéket szakít. Volt már ilyenre példa, amikor egy nyírfa lett ilyen módon kivágva, mert ráborult a vezetékre, akkor a vezeték ott szikrázott a úttesten. Muszáj megcsinálnunk, nincs választási lehetőség. Ez olyan, mint az Árpád utcán, ott is egyszer volt már egy nagy írtás, most megint ugyanúgy benövi a pontosan, fa. Pontosan, ott is van. Hamarosan újra vágni kell, mi? Hát egy-két éven belül, inkább azt mondom, 2-3 éven belül biztosan. Most lenne egyébként a legaktuálisabb vágni, mert most még nem ér bele a vezetékbe, de biztos, hogy abból is botrány lesz, hát tudjuk. A platánok, amik a Hősök útján vannak, Hősök útja végén vannak platánok, tavaly megleptek metszve hasonlóan, mint a Kossuth tériek. Országos bahanália volt belőle, mert hogy micsoda dolog ez, hogy levágtuk. Mondjuk szerintem már nyár közepén egészen szépen lombosodott. Itt is ezt várjuk most a szakemberek jelzése alapján, hogy a Kossuth tér is már a nyár közepére elkezd lombosodni. Van-e még valami, amit így elmondani? Hát ki kívánkozik? Szerintem elmondtam mindent, amit szerettem volna. Nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy 2 pályázatot már beadtunk, amiről beszéltünk, az óvoda és a Juhász Gyula utcai intézmény, de ugyanilyen fontosnak tartom azt az 5 pályázatot, ami most előkészítés alatt van. Nagyon szeretnénk, hogyha február végén a testület már tudna dönteni arról, hogy beadjuk, és akkor még március 31-e előtt bent lehetnek a pályázataink. Ez egy nagyon, nagyon nagy előrelépés lenne a város szempontjából, hogyha ezeket meg is nyernénk, ezeket a pályázatokat. Reméljük, hogy így lesz. Egy dolgot elfelejtettem megkérdezni, idős gondozás díjak azok változnak? Nem változhatnak. Jelen pillanatban nem változhatnak azok sem. Veszélyhelyzet alatt nem lehet változtatni. Jó, aztán nehogy megérje, nehogy szó érje a ház elejét, hogy ezt nem kérdeztem meg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akkor majd innen folytatjuk a következő alkalommal. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.